1874 tavaszán alakult meg a mai Karcagi Nagykun Vadásztársaság jogelődje. A Karcagi Nagykun Vadásztársaság az ország talán legrégebbi ilyen egyesülete, és a legnagyobb területtel, legnagyobb tagsággal, 100 főnél magasabb létszámmal rendelkezik. Példamutató vadgazdálkodást és az előírásoknak megfelelő vadászati gyakorlatot folytat, és én örülök annak, hogy itt a megyei vadásznapon ünnepeljük ezt a jeles évfordulót, és azokat a vadászokat, akik már generációk óta itt a határban folytatják ezt a nemes foglalkozást. Én bízom benne, hogy lesz utánpótlás, és hát a magyar vidék vadak, vadgazdálkodás nélkül, vadászat nélkül elképzelhetetlen. Ez egy olyan érték jelent, amelyben a világ élmezőnyéhez tartozunk, tehát a vadászatnak a kultúrája, a szokásai, a viselet, a különböző szertartásai, azok mind-mind részei a magyar és az európai örökségnek. Karca környékén a természet nagyon gazdag. Ez legjobban azt tudja érzékelni, aki kijár a természetbe, az apró rovaroktól kezdve, az apró lágcsálókon keresztül, a nyúlig, a fázán, a fogoly, a fűrj, a galambok, a vaddisznó, az őzek, a ragadó közül a róka, a sakál, a borz, mind megjelenik a területünkön, megvan, mindnek megvan a maga élete, van egy egyensúlyi helyzet. Ez egyensúlyi helyzet szükséges ahhoz, hogy fenntartható legyen ez a természeti erőforrás, ami a határt jelenti, hiszen ott gondoskodnunk kell a búvóhelyekről, az ivóvízről, a védelemről, a szellemisége annak, hogy miért tulajdonképpen miért csináljuk ezt, hogy ha nem lenne vadászat, akkor kipuszult volna a vadállomány. Bármilyen furcsa, amit mondok, ez így van, ez bizonyított tény. Tehát mindenképpen az a célunk, meg az a terv folyamatosan is, hogy alkalmazkodjunk a környezethez. Egyrészt a természeti, az emberi környezethez, meg a politikai környezethez, illetve a világhoz is alkalmazkodjunk, hiszen legalább 11 országból járnak hozzánk vadászni, és minden vadász, aki ide érkezik hozzánk, örömmel megy el, megfelelő élményt kap emberségből, vadászati lehetőségből, időjárásból, tájszeretetből, tájismeretből, visszajáró vendégeink vannak, valaki 30 éve visszajár vadászni, és eredmény büszkék vagyunk. A fennállása 150. évfordulóját ünneplő társaság a Nagykunság fővárosának legrégebbi civil szervezete. Azóta is folyamatosan jelen vannak a város életében, hiszen tudjuk, hogy Karcag mezőgazdasági határa, közigazgatási határa nagyon nagy, és itt mindenképpen oda kell figyelni arra a vadállományra, amely ezen a területen él, hiszen nem csak a vadgazdálkodás miatt fontos, hanem a mezőgazdasági területek védelme érdekében is. Tehát mondhatom azt, hogy igen jelentős az a szerep, amelyet betölt a vadásztársaság. Az apró vadas terület a legnagyobb, és talán ezt tudja a legnagyobb kárt is tenni a mezőgazdasági terményekben, tehát mindenképpen oda kell figyelni arra, hogy a sérült állatokat, a betegséggel küzdő állatokat időben elválasztani az egészségesek közül, és ehhez viszont óriási odafigyelés kell. Nem csak bizonyos időszakonként, nem csak bizonyos évszakokban, hanem folyamatosan, hiszen van, amikor vadászni kell az állatokra, van, amikor etetni kell őket, tehát fenn kell tartani azt a populációt, azt az ökoszisztémát, amely az egész területre oda kell, hogy érjen, hiszen ez a jövőnk. A helyi föld és erdőtulajdonosok a vadászatra jogosultak számára sem csak a vad elejtését jelenti a vadásztársasági tagság. Dédnagyapámtól kezdve sok rokonom, elődöm tagja volt ennek a csodálatos, nagymúltú, hosszúmúltú vadásztársaságnak. Ez hozzá nőtt a városhoz, ehhez a kultúrához, a nagykunok kultúrájához, és szerves része volt mindig a vadászat, a vadásztársadalom, a település életének és mindennapjainak. Én azt gondolom, hogy szerves részei vagyunk mindannyian ennek a közösségnek, amiben élünk, amiket képviselünk. Nagyon szép őzállomány van, vannak szárnyas vadaink, fácán,
vannak vadlibák itt a környéken, vadkacsa, úgyhogy nagyon jó vadászélményt tud nyújtani ez a terület, és igazából tudjuk azt, hogy a vadászat nem a vad elejtéséről szól, az csak egy nagyon kicsi része a társaságról, a természet ismeretéről, a természet szeretetéről, és minden vadásztársam közösségi ember, és olyan ember, aki óvja és védi és szereti a természetet. És nekünk így a karcagiaknak, itt a Nagykun Vadásztársaság tagjainak könnyű, mert a saját otthonunkat, saját környezetünket védjük, óvjuk és építjük. ...1996-ban ért az a megtiszteltetés, hogy a Karcagi Nagykun Vadásztársaság tagsága engem is tagjelölté, majd egy évvel később, 97-ben teljes jogú taggá választott. Ez azért is nagy megtiszteltetés, mert ezt azért Karcagon soha nem adták olcsón, és itt ennek az árát időzőjelbe kell tenni, tehát itt nem a pénzen múlott, mert szerintem az egész országban talán itt a legalacsonyabb a tagdíj, viszont itt a legnagyobb a társadalmi hozzájárulás, amit egy vadásznak teljesítenie kell, a vadgazdálkodás, vadélőhely fenntartása, vad állomány javítása, minőségi javítása, téli takarmányozása, és egyáltalán a trófeás vadállománynak az óvása érdekében. És mivel az egyik legnagyobb vadásztárság is vagyunk, tehát 26.120 hektáron folyik a vadgazdálkodási tevékenység, valamint mellettünk a NEFAX ZRT 5.000 hektáron gazdálkodik, én azt gondolom, hogy ez egy olyan felelős hozzáállást igényel a vadászottól, hogy bárki nem is nagyon tud ennek megfelelni, aki nem ismeri a határt, aki nem ismeri a különböző határrészeket, egyes határrészek vadeltartó képességét, az nehezen is boldogul, ezért kell nagyon jól elmélyedni az itteni ismeretebe, megismerni a határt, megismerni a vadak szokásait, a mozgásukat, az élőhely fenntartásának a speciális körülményeit, ahhoz, hogy valaki teljes jogú vadászként és teljes szívű vadászként, teljes lelkületével is hozzá tudjon járulni az itt folyó vadgazdálkodási tevékenységhez. Télen a vadat etetni kell, a szájos hónapokban pedig vízhez jutásáról kell gondoskodni. Mindig nagy ünnep egyébként a vadászok számára értelemszerűen, de azt gondolom a helyi közösségek számára is az, hogy ilyen patináskorú, illetve ennyire összetartó és működőképes helyi közösségek, ez esetben egyesületek vannak. Mindig elfeledkezünk róla, nem győzünk eleget hangsúlyozni, hogy a valódi civil társadalomról beszélünk, egyik leginkább mértékadó, felelősségvállaló, alulról szerveződő, összetartó ilyen társaságok, azok a vadásztársaságok egyébként, amelyek most már 150 éve, illetve lassan 200 éve valamilyen formában itt vannak velünk, még a történelem hányattatását is túlélve folytatják a munkájukat, ami egyrészt vadgazdálkodási szakmai, másrészt pedig közösségformáló. Én azt gondolom, hogy a gazdálkodását, munkáját, legalábbis amit én ismerek belőle, azt mondhatom, hogy mintaértékű, hiszen viszonylag nagy területen gazdálkodnak, és az elmúlt években, évtizedekben sikerült megtartani a működőképességét a vadásztársaságnak, ami önmagában is ez egy eredmény, és hát az eredmények jönnek természetesen a vadgazdálkodásban, nem mellesleg egyébként az úgynevezett ökológiai gazdálkodásban, tehát az élőhely fenntartásban, hiszen az egyik ilyen lényege ennek az egyesületi létnek, hogy általában egy ilyen vadásztársaságban ott van mindenki a helyi közösségből, a feldolgozóipartól a mezőgazdaságig, vagy éppen az ipari tevékenységtől az ügyvédségig, tehát leképezik a helyi közösségeket, és pontosan tudják, hogy az egyes helyi kérdésekben mihez, hogyan kell viszonyulni, és ez segít megoldani a felmerülő problémákat is, és még egyszer a tartós és eredményes munka egyik záloga. A vadászok életét szigorú törvények szabályozzák, a fegyvertartástól a vadász területen tartózkodásig. Minden egyes vadász hozzájárul ahhoz, hogy a természetben kialakuló egyensúly az fent tudjon maradni. Hiszen átalakult az egész természetünk, nagy ragadozók eltűntek. De azt a munkát, azt az egyensúlyozó, szabályozó szerepet valakinek föl kell vállalni is. Vadászat mégiscsak az egyik legősibb mesterség, mert mióta ember van, azóta vadászat. Vadászati tevékenység is van. És egyre nagyobb felelősség hárul az ember. És ahogy annyira szépen megfogalmazták, hogy egyre több erdőzúgás, ugye, mert nagyon fontos a rekreációban, a kikapcsolódásban a szerep, de nagyon fontos az, hogy valóban azt az egyensúlyt fönntartsuk, hiszen ott mezőgazdasági tevékenység zajlik, erdészeti tevékenység zajlik. És ott a megfelelő mennyiségű és minőségű vadállomány kialakítása az mai napig is az erdészetek és az vadgazdálkodóknak a feladata.
Mint minden vadásznaphoz, a karcagihoz is hozzá tartozik a főzőverseny. Hát éppen itt előttünk őzet főzünk tárkonyosan, levesként, előételnek. Mellettem a karcagi birkapörkölt, és különlegességekkel készültünk. Erdei gombás vadnyúlfasírtot készítettünk, vadnyúlpástétomot és hátszán hússalátával töltött palacsintát. Egy őzpörköltöt főztem, ami számomra ismeretlen volt, mert csak kaptam a húst, tehát utolsó pillanatban említették, hogy meg kellene főzni, aztán hát bevállaltam, úgyhogy, de remélhetőleg jó sikerült, tehát nem az első, sőt már a kezem alatt, úgyhogy reméljük jó. Mi a titka a jó őszpörköltnek? Hogyan készül egy jó őszpörkölt? Hát a titka igazából annyi, hogyha van egy jó alapanyag és jól elő van készítve, akkor maga minden embernek az ízvilágának megfelelően összekészíti, akkor azt majdnem azt mondom, hogyha odafigyelés, akkor nem lehet elrontani. Tehát igazából olyan nagy titka nincsen. Egy megfelelő fűszerezés. Én nem szoktam túlzásba vinni a fűszerezését. Ennek az igazi karcagi hagyományoknak megfelelően, esetleg, hogyha tényleg vadról van szó, akkor egy kis vadhoz smakkoló ilyen borókabogyó, vagy ilyen apróság még lehet beletenni, de az sem túlzásba. Megközelítőleg 35-38 csapat van, de van, aki háromféle ételt is készített. Ahogy szoktam mondani, a programot a szervezők biztosítják, a vendégek pedig hozzák a jó időt, hát most itt minden együtt van. Általában mit főznek? Vadat, az természetes, de melyik vad van most inkább túlsúlyban? Igen, hát ha szezonálisan vesszük, valójában őz, szarvas, vaddisznó, tehát nagy testűek, de van, aki egy különleges fácán ragulevessel jön, természetesen a vad mellett megjelenik a hal is, nagyon érdekes, eljöttek Bajáról is, illetve a környező településről is jöttek hal étellel, tehát halászlével, és hát én örülök neki, mert ugyanez halvad, de miután ott a harmadik megnevezés is mi jó falat, így elég sok, tehát több bográsba készül a híres karcagi birka. Találkozott-e valamilyen különlegességgel, olyan vadétellel, amit most itt elkészítenek, ami még eddig nem volt terítéken? Hát itt a különlegességre beszélve először, szóval én azt mondom, hogy legyünk büszkék arra, amit az elmúlt évszázadokban, tehát mi magyarok legyünk büszkék a pörköltjeinkre, és azt úgy készítsük el, ahogyan az illik, tehát a mangalica zsírja, a makói vagy a jársági vöröshagyma, a szegedi vagy a kalocsai paprika, és a megfelelő hús. Tehát a rozmaringot azt hagyjuk meg az új-zélandiaknak, a báránypörköltnek, a kakukkfüvet hagyjuk meg az olaszoknak. Én azt mondanám, hogy ezekből a jó minőségű magyar alapanyagokból, ezekből készítsünk ételeket. Természetesen, hogy zömével itt pörkölt ételek vannak, tehát ugye nem mindegy az állatnak a kora, mennyire fagyús, mennyire nem. Nem mindegy, ugye esetleg a hagyma mennyisége, itt mondjuk köztudott karcagon környékén kevesebb hagymával készül, de természetesen ugye az előbb említett pörkölteken és halászlevén kívül van, aki tárcsán hozott ételeket, és tárcsán készítenek különböző ételeket. Mi is kíváncsiak vagyunk majd, hiszen egy viszonylag egy száraz hús, amit azért akár egy kis békönbe csomagolva, akár egy kis szalonnával megtüzdelve, illetve itt körbejárva, standokat megnézve készül egy őszkolbász. Itt is azt kell tudni, hogy az őznek a nemesebb hús részeit szabad beletenni, és addig, amíg a sertésnél ugye megvan, hogy egy 25-30% körüli szalonna, hát itt azért épp amiatt, hogy szárazabb az őszhús, itt a 40% körüli szalonna. Magára az ízvilágára majd kíváncsi vagyok, mert nagyon sokan azzal szoktak téveszteni, hogy megbillen a
tasak, illetve néha a spejzből a nagymama fűszer készlete előkerül. Tehát itt eddig hál' Istennek nem nagyon találkoztunk, ugyanis annak kimondottan örülök, hogy odafigyelnek a versenyzők, a csapatok erre, mert egy-egy rosszul sikerült fűszerezéssel teljesen elviszik az ételnek a jellegének az ízét, a hús jellegének az ízét. Aki nem akarta bográcsok rengetegében elveszni, lézeres lövészeten vagy a vadászkutya bemutatón talált magának elfoglaltságot. Mikor kell elkezdeni egy ilyen vadászkutyának a képzését? A vadászkutyának a képzését már elkezdődik kölyökkorban, maga úgy kezdődik a kiválasztásnál. A kiválasztásnál már lehetnek látni úgy van olyan jegyeket, hogy az a kutya adottságai megfelelnek-e annak, amit valójában szeretnénk is elérni. Majd azt követően így van, maga a játékos keretek formájában már el kell kezdődni, például aportokat, maga a legfontosabb viszont a fegyelem. Tehát a fegyelem az, hogy amikor is valahol is a kutyával munkában vagyunk, akkor tudjon viselkedni. Természetesen, hát nem mindig adódik ez meg a legjobban, mert ez mindig függ attól, hogy ki milyen jó kutya képző.